A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kézilabda szövetség negyedik alkalommal rendezte meg a Junior Kupa utánpótlás tornát azzal a céllal, hogy két lány, illetve két fiú korosztály képviselői mérhessék összetudásukat. Kisvárdán három helyszínen, valamint a nyíregyházi Veselényi csarnokában 25 együttes lépett pályára. A magyar csapatok mellett szlovákiai, romániai és ukrajnai együttesek fogadták el a szervezők meghívását, akik a mérkőzések mellett igyekeztek különböző programokat is kínálni a fiatalok számára. Nagyon jó színvonalon sikerült megrendezni egyébként ezt az utánpótlás tornát. Eljöttek a csapatok nagy része, akiket meghívtuk, és a határon túli magyarok egyébként, és a határon túli csapatok nagyon jó játékerőt képviselnek. Ebből kifolyólag nagyon küzdelmes, nagyon színvonalas mérkőzéseket láthattunk. Nagyon jól szerepelt egyébként a Hajdunánás csapata, bár az egy szomszédos megyebeli, de a Kölcsei tudom megemlíteni, aki harmadik helyen végzett, de a Fehérgyarmat is nagyon, és a Kisvárda is szépen szerepelt. A tornán nem csak a játékosok, hanem a játékvezetők is számot adtak tudásukról, mivel a Megyei Szövetség által szervezett játékvezetői utánpótlás mentor programban szereplő fiatalok vezették a meccseket. Nagyon jó mérkőzések voltak, nem voltak igazán problémás mérkőzések, nagyon fair play-ben, szellemében játszottak a csapatok, ennek egyébként nagyon örültünk, hiszen a tornának nem csak az a célja, hogy a határon túli barátságokat, sportbarátságokat mélyítse, hanem az, hogy megtanítsa a gyerekeket abban, hogy nemes küzdelemben tudják elérni a céljaikat. A tornát az U15-ös lányoknál a Hajdúnánás nyerte a Kárpáti Ungvár és az FHT Kassa előtt. A 19 éves lányoknál az ungváriak végeztek az élen, megelőzve a Debrecent és a Kölcsey díjasét. A 16 éves fiúknál Kecskeméti Sportiskola, Nyíregyházi Sportcentrum, Nagyvárad volt a sorrend, a 20 éveseknél pedig a KTE Kecskemét szerezte meg az aranyérmet a Deac és a Nagyvárad csapatát utasítva maga mögé.